Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. A Békéscsabai járási foglalkoztatási paktum céljai között szerepel az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, munkahelyi elhelyezkedésük támogatása, továbbá az is, hogy a közfoglalkoztatásból minél többen kerüljenek be a nyílt munkaerőpiacra. Ma esti adásunkban a témáról Pántya Imrével beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívást. És bár két éve többször esett szó erről a bizonyos foglalkoztatási paktumról, de arra kérem, foglalja össze, hogy pontosan mi is ennek a célja. Üdvözlöm én is a nézőket. Békés megyében 10 foglalkoztatási paktum működik. Van egy megyei foglalkoztatási paktum, van a Békéscsabai járási foglalkoztatási paktum, és a valamennyi más 8 járásban is van egy-egy kis foglalkoztatási együttműködés. Ahogy a nevéből is adódik, ez a foglalkoztatók, civil szervezetek, kormányhivatal közti együttműködést szolgálja ez a, vagy szolgálják ezek a paktumok. A Békéscsabai járási foglalkoztatási paktum is többek között. Elsődleges célja az, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresőknek, közfoglalkoztatottaknak, inaktívaknak próbáljunk valamilyen személyre szabott megoldást találni annak érdekében, hogy az elsődleges munkaerőpiacra vissza tudjuk őket vezetni. De az együttműködésnek nyilván a legfontosabb szereplője a foglalkoztató, tehát mindez azért van, hogy a foglalkoztatók munkaerőigényét ki tudjuk elégíteni. Milyen jellegű programokkal képzeljék el ezt a paktumot? Tehát arra gondolok, ugye említette a személyre szabottságot. Mire kell odafigyelniük, hogyan tudnak segíteni? A foglalkoztatási paktumban tanácsadók, munkatársak végzik azt a fajta felkészítő tevékenységet, amivel a álláskeresőket olyan helyzetbe tudjuk hozni, hogy könnyebben megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Ezek az információ nyújtástól a munkatanácsadásig sok mindent takarnak, segítjük őket, az álláskeresőket az önéletrajzírásba, próbáljuk a motivációjukat felkelteni, mobilitásukat fejleszteni, azokat a kompetenciáikat, amelyek esetleg hiányosak, azokat fejleszteni, annak érdekében, hogy ki tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra, és hosszú távon meg is állják ott a helyüket. Mit tapasztalnak a célcsoportba tartozó álláskeresők? Mennyire tudnak erről a lehetőségről, vagy ezekről a lehetőségekről? Azt gondolom, hogy a kormányhivatal itt az utóbbi két évben, illetve hát a partnereink minden megtettek, hogy eljussanak ezek az információk a megfelelő álláskeresőkhöz. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindenki, aki betér a foglalkoztatási osztályra, az megkapja erről a megfelelő információt, és tud élni ezzel a lehetőséggel. Említette a partnereket, pontosan kikkel működnek együtt? Azt gondolom, hogy Békés Csaba valamennyi nagy foglalkoztatója benne van ebben a paktumban, de minden olyan foglalkoztató civil szervezet, aki beszeretne kapcsolódni, akinek munkaerőigénye van, akinek szüksége van munkaerőre, azok bekapcsolódnak a paktumba a paktumirodán keresztül, illetve hát a kormányhivatal részéről pedig a Békéscsabai foglalkoztatási osztályon keresztül. Említette, hogy a nagy foglalkoztatók kapcsolódnak a paktumhoz. Ők milyen programot tudnak kínálni, hogy adott esetben, ha van egy munkavállaló, akkor mondjuk némi átképzéssel, de el tudjon helyezkedni náluk? A foglalkoztatók elsősorban a munkaerőigényüket jelentik be hozzánk, rövid, illetve hosszabb távon. Nyilván a különböző fejlesztési programok kapcsán felkészülünk előre, próbáljuk a munkaadók igényeit feltérképezni, és ehhez felkészíteni a munkavállalókat. Az idei évben szerencsére most már el tudtak indulni a munkaerőpiaci képzéseink is, és elsősorban azokban a szakterületeken, azokban a szakmákban szeretnénk képezni, amelyre a békéscsabai, illetve a békéscsabai környéki foglalkoztatóknak szüksége van. Egy kicsit
részletekbe menne ezekkel az oktatásokkal, képzésekkel kapcsolatosan? Igen. De gyakorlatilag évek óta tudjuk a kamarával, közösen kereskedelmi és iparkamarával, közösen meghatározzuk azokat a hiányszakmákat, amelyek fellelhetők Békés megyében, illetve amelyekkel el lehet helyezkedni. Ezek elsősorban a különböző műszaki területeken, forgácsoló képzés, a puskázok egy kicsit, a forgácsoló logisztikai ügyintéző, nagyon népszerű a targonca vezető, a különböző gépkezelő szakmák, gyakorlatilag a teljes értékű OKI szakmákon túl ilyen részszakképesítések, kiegészítő képzéseket, nyelvi képzéseket, kompetenciafejlesztő képzéseket is indítunk. Nyilván a kereskedelem vendéglátás terén is mutatkoznak most már munkaerőhiányok, ezen a területen is vannak képzéseink. Ami a legnagyobb, vagy nagyon régen vártuk azt, hogy most már azt gondolom, hogy minden járásba el fogunk tudni indítani az idén kompetenciafejlesztő képzéseket. Munkáltatók a paktum indulásakor megfogalmazták a paktum résztvevői számára, hogy nekik szükségük van gyakorlatilag azon túl, hogy valakinek legyen egy szakmája, el tudja látni a szakmai feladatot, legfontosabb az, hogy a műszaki rajzolvasás, a különböző számolási készségeik, a ilyen típusú kompetenciáik legyenek meg, mert a munkáltatók egyébként szeretik saját maguk betanítani egyébként a munkavállalókat, de ezek a kompetenciák szükségesek hozzá. Szerencsére most már fogunk tudni ebben az évben indítani ilyen csoportokat. Azok, akik még álláskeresőként nem vesznek részt a paktum szolgáltatásaiba, ők jelentkezhetnek-e még, ők, és ezt ha igen, akkor hol tudják megtenni? Igen, természetesen jelentkezhetnek a paktum irodában egyrészt, de főként a Békéscsabai foglalkoztatási osztályon, a Árpád sor 2/6 alatti épületben folyamatosan jelentkezhetnek azok is, akik eddig nem voltak munkavállalók, vagy akár most térnek vissza a munkaerőpiacra külföldről, vagy most kerültek ki az iskolapadból, nagyon fontos, hogy jöjjenek és regisztrálják magukat, akkor tudunk nekik szolgáltatásokat, illetve akkor tudjuk őket esetlegesen támogatással elhelyezni a munkaerőpiacon. Mennyit változott a paktum kezdete óta akár Békéscsabán, akár Békés megyében a munkanélküliség helyzete? Mit tapasztalnak? Van-e már gyakorlatilag látható haszna a paktumnak? Igen, természetesen van látható eredménye. A utóbbi években a munkanélküliség folyamatosan csökken, a foglalkoztatottság folyamatosan nő, ez igaz a békéscsabai járásra is, sőt jobban igaz, mint mondjuk egy hátrányosabb helyzetű térségben. Körülbelül eddigi időszakban 5-600 fő körüli létszámot sikerült bevonni a foglalkoztatási programokba, és közel 400 főt elhelyeztünk már támogatással a munkaerőpiacon. Ön szerint ez az eredmény, ez ugye említette, hogy a hátrányosabb helyzetű térségekhez képest kifejezetten jó, de mennyiben segítette például a közfoglalkoztatás visszaszorítását, mennyire az aktuális nyílt munkaerőpiacon találták meg helyüket? Békéscsabán, illetve egész Békés megyében a csúcsidőszakhoz képest körülbelül felére csökkent a közfoglalkoztatás. Megyében 15 ezer fő körüli közfoglalkoztatott is volt a korábbi években, most ez 7-8 ezer között van. Békéscsabán még inkább igaz ez, hogy lecsökkent több mint felére, vagy több mint felével lecsökkent a közfoglalkoztatottak száma. Gyakorlatilag most már az a helyzet van, hogy Békéscsabára a többi járásból is próbáljuk a munkavállalókat ide közvetíteni, próbáljuk a mobilitásukat javítani. Nyilván Békéscsaba környékén sokkal több állás lehetőség van, mint mondjuk egy sarkadi vagy egy békési járásban. Ez is nagyon fontos a paktum számára, hogy a vidéki munkavállalókat is segítsük. Milyenek a visszajelzések a programmal kapcsolatosan? Azt gondolom, hogy azokat a
tanácsadási folyamatainkat, amelyekkel fel tudtuk készíteni a munkavállalókat a munkaerőpiacra. Ezeket folyamatos visszajelzéseink alapján nagyon pozitívnak értékelik. Azon túl, hogy támogatjuk a kezdeti időszakban ezeket a foglalkoztatottakat, ez a legfontosabb része, hogy felkészültebbek lettek a munkavállalók, akik kikerültek a munkaerőpiacra. Milyen rendezvényeken, programokon ismerkedhetnek meg az önök által nyújtott szolgáltatásokkal, akár a munkáltatók, akár a munkavállalók? Folyamatosan tart a foglalkoztatási paktumnak, minden évben több alkalommal vannak munkáltatói fórumai, ahol mi is minden alkalommal szereplünk valamilyen munkáltatóknak szóló előadással, valamilyen tájékoztatóval. Munkaerő állásbőrzéket fogunk szervezni az ősszel valamennyi járásban, úgyhogy ez azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos lehet a paktum szempontjából. Szeretném felhívni a pályaorientációra, pályaválasztásra a figyelmet, amely a minden évben megrendezedő pályaválasztási kiállításunkon fog idén is megrendeződni, ez október első napjaiban lesz, illetve hát Békés megye elsőként kezdte el a közfoglalkoztatásból való kivezetésnek a demonstrációját a közfoglalkoztatási kiállításon, amely idén is szeptemberben megrendezésre kerül. Azt gondolom, hogy itt is a közfoglalkoztatottak számát tovább tudjuk csökkenteni. Két év nagyon hosszú idő, beszélt az eredményekről. Arra lennék kíváncsi, hogy mi a tapasztalat önnek személy szerint, van-e valami olyan meglátása, amin akár még javítani lehet, akár a képzéseket módosítani lehet, ezzel kapcsolatosan vannak-e tervek, és van-e lehetőség ezeken változtatni az idő előtte haladtával? Igen, a képzések tekintetében azt gondolom, hogy van még fejlődni valunk. Nem tudunk több esetben olyan egész csoportot összehozni egy munkáltatónak, amelyre szüksége lenne. Szeretnénk megvalósítani azt, hogy néhány fővel, egy-két-három fő képzését is el tudjuk kezdeni, úgyhogy ne kelljen mondjuk egy teljes csoportot összeverni, ezért egy kisebb munkáltatónak egy olyan munkaerőigényét is, vagy képzési igényét is ki tudjuk elégíteni, ahol mondjuk nem kell 20-30-50 képzett ember, hanem csak 3-4. Ezt gondolom, hogy ez a következő időszakunknak az egyik fontos feladata. A másik meg a hiány szakmákba való beiskolázások, azoknak az álláskeresőknek a motiválása, akik alkalmasak lehetnek egy műszaki pályára való elhelyezkedésre, ezen kell, hogy tudjunk segíteni. Ehhez egy programot is sikeresen megnyertünk, amely egy pályorientációs tanácsadóközpontnak a kialakításával, a pályorientáció fejlesztésével foglalkozó program. Akkor arra kérem, még egyszer mondja el, hogy azok, akik beszélgetés alapján úgy döntöttek, hogy akár átképzésre, akár másik munkalehetőséget keresve fölkeresnék önöket, hol tehetik meg és mikor? Békés Csabán a foglalkoztatási osztályon, az Árpád sor 2/6 alatt, ügyfélfogadási időben, ezek többnyire a délelőtti időszakok. Szeretettel várunk mindenkit, illetve hát motiválnám, illetve felhívnám főleg a frissen végzettek figyelmét, hogy ne várjanak azzal, hogyha nem sikerül mondjuk egy felsőoktatási intézménybe bekerülniük, akkor minél hamarabb jelentkezzenek, mert a munkaerőpiacon szerzett tapasztalatok azok később megtérülnek. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!